Ország egyik legrégibb ilyen intézménye. És hogy különleges kiállítással csatlakozott a nyíregyházi tanárképzés 60. évfordulója alkalmából szervezett programsorozathoz az Egyetem Vizuális Kultúra Intézete. A neves képzőművészek által előzsűrizett munkákat a 10 fél éves osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók készítették. 18 hallgatónak közel 50 munkája látható ezen a kiállításon, és hát ha a műfajokat tekintjük, akkor túlnyomó részt festmények és grafikák jelennek meg, körülbelül olyan fele-fele arányban. Tehát most a plasztika nem kapott olyan lehetőséget, vagy jelentőséget, most még, de jövőre remélem, hogy az is reprezentálni fogja magát. A festészeten belül az akriltechnika, az akvarellek, a pasztel, olaj mind-mind bemutatásra került. Egyrészt mutatva az, hogy ezen a téren is igyekszünk minél tágabb lehetőséget biztosítani a hallgatóknak. A grafikán belül pedig a linómetszet, a torrajz, az egyedi rajzok, illetve a fametszet technikák jelennek meg. Az alkotók közül sokan már az ország különböző oktatási intézményeiben a kötelező szakmai gyakorlatukon vesznek részt. A pályázat egyik nyertese, Kovács Norbert is elhivatott a művésztanári pálya iránt. A tehetséges fiatal több alkotása is látható a kiállításon. Grafikái mellett festményeit is beválogatták a legjobbak közé. A legnagyobb projektem itt mögöttem az a diplomamunkám volt. Ez egy fametszet sorozat, Jókai Mór a Jövő század regénye című alkotást illusztrálja, 10 darabból áll. A többi munkám itt pedig azok festmények, nagy méretekben. Ezek változó témákkal rendelkeznek, de mindegyiknek a feldolgozása tulajdonképpen az absztrakt tanulmányozásáról szól. A jubileumi kiállítás december közepéig megtekinthető a Nyíregyházi Egyetem kerengőjében.